Óvodások és idősek együtt énekeltek és zenéltek a Szakajtó Egyesület nyárindító rendezvényén. A népzenei vigadalomra Jászkísérről, Turkevéről és Abonyból is érkeztek. A 12 fős besenyszögi népdalkör rábapatonai és kanászdalokat adott elő. Egy pár hete már készülünk, igazából olyan dalcsokrokat választottunk ki a besenyszögi népdalkör képviseletében, amiket már korábban is énekeltünk. A tavaly áprilisban alakult szolnoki szakajtó műhely a magyar néphagyományok megőrzését tűzte zászlajára. Mindez a népzenén keresztül. Ez a célunk, hogy ne csak az időseké legyen a népdalkör szó, hanem mindenki szeresse a népdalokat, a népzenét, és ez is a célunk a Szakajtó Egyesülettel, hogy egy kicsikét az utánpótást neveljük úgy hangszeres tudásban, népi hangszerek tudásában, ismeretében, mint a népi énekek, tehát az igazán szép énekek megtalásában is. Az elmúlt évben népdalének és népi hangszeroktatást is szerveztek 3-3 alkalommal. Az Egyesület további célja, hogy állandó helyet, székhelyet kapjon, ahol a koncerteknek, a népzenei találkozóknak és az oktatásnak is biztos színtere lenne. Az Egyesület tagjai közé folyamatosan várja a népzenekedvelőket. Jelentkezni a Szakajtó Szolnok Népzenei Műhely közösségi oldalán lehet.